első cseh jó, aztán leviszi az alapvonal felé, Henti át a túloldalra, ott a lekészített labdalövése, Urblik 3-1. És könnyen lehet, hogy ezzel el is dőlt a mérkőzés. A csereként beállt Urblik József góljával, most már két góllal vezet a Puskás Akadémia. És ahelyett, hogy a Fradi egyenlítene, mert hogy nyilván ez volt a terve Sergei Rebrovnak, ezért küldött be olyan játékosokat, mint Izel vagy Boli, ehhez képest a Puskás Akadémia szerez újabb gólt. Henti, ahogy megcsinálta két ember mellett a cseleket, az volt a kulcs, meg az, hogy itt a Fradi védői nem tudtak felszabadítani. Varga rosszul talált el a labdát, Spirovski pedig mire odaért volna, addig Urblik már eltekerte a hosszúba. Grófnak esélye nem volt, 3-1. Ez a forduló legnagyobb meglepetése eddig.